Sziasztok, akkor most bemutatom nektek, hogyan kell videót digitalizálni. Úgyis volt, aki kérte, úgyhogy szintén kell hozzá a laptop, ami fontosabb, hogy majd az digitalizáljunk. De volt van egy ilyen kis eBay-ről annó rendelt, ilyen $4 kerülő, ilyen EasyCap nevű, egyszerű, nagyon-nagyon primitív USB-s videó digitalizáló. A saját szoftvere már nincs meg, de szerencsére az OBS-sel össze lehet hozni. És maga a videó magnó, hát az egy négyfejes Thomson videó, hát azt hiszem, hogy az 98-as évjárat talán, vagy 99-es most. Mint nem tudom, az biztos, hogy akkor vettük még annó, mikor belecsapott a villám a tévi antennába és kinyírta az előzőt. Ami egy kétfejes, azt hiszem IT Nokia volt, de és lényegtelen. És akkor tudom, hogy itt van egy Euroscart kimenet a videón, és abban van bekötve kompozit kábellel. Ez a jobb és a bal oldali hang, ez pedig a képet viszi. Ez a rendes kompozit videója, egyébként ez videóval is működne, csak olyan bemenet ezen a vackon nincsen, vagy legalábbis nem működik olyan jól. És a hang az megy oda, az a hangkártyának a line-in bemenete, a képjel pedig ebbe fut be. És akkor mindjárt elindítjuk az OBS-t. Á, jó, elindult. És itt már be is van állítva. Aha, jó, megjelent a kép, az már fél siker. Én itt van a távirányítója, ez azért fontos, mert a menüt becsbe csak ebbe lehet mászkálni. Viszont így már van neki jele. Ami még érdekes szokott lenni, az meg kell nézni, hogy a Szekamba volt az adás felvéve, hát még főleg ilyen nagyon régi, azt hiszem 1996 óta már nem használják a Szekamot nálunk, de hogyha korábbi a felvétel, akkor itt az ötös gombot meg kell nyomni, hogy ott nem Szekam álljon át ónra, mert különben nem lesz szín a videón. És akkor mindjárt hozzam a videókazett, hol van? Ja, itt van, megvan. Jó, tehát... Na, szóval a videókazetta kivesz. És nem tudom, hogy látszik. Megsz. És ugye értelemszerűen a hátrafele tekerő gombbal, ami ott van, a szalag elejére megyünk. Tehát most úgy néz ki, hogy ez így rendben van, és ez egy olyan film, amit biztosan emlékszem, hogy az RTL-re vettem fel, az mindig is balba sugárzott. De egy próbafelvételt azért csinálni kell, tehát értelemszerűen ugye a play gombot megnyomom, és elindítom a felvételt, vagy a játszást. És amint megérkezik a hang, TV2, vagy lehet, hogy TV2, mindegy, a TV2 is azért beadott, az se adott soha Szekamba. Csinálunk egy próbafelvételt, mert hangbeállítások szoktak úgy elmászni, meg néha elállítódni, azt hogy a live-ba is észreveszitek, hogy egyszer csak így belepiszkál valami program, és akkor azt hogy kikapcsolja, vissza, átkapcsolja másra a bemenetet. Tehát itt mindössze annyi a... Még, hogy meg kell nézni. Jó, tehát azt látszik, hogy hang az van, hogy jó helyről rögzítsen. Ezt mondjuk már korábban meg kellett volna csinálni, de mindegy. De vonalbemenetről rögzít, tehát az elvileg rendben van. De ilyenkor így szoktam, hogy csinálok egy próba felvételt. Tényleg csak ilyen 2 percig, hogy megnézzem, hogy rendben fölveszi-e. Hanggal együtt, mert most derüljön ki, hogyha a hangbeállításokkal bajok vannak. Tehát mi látjátok, itt van. Ja, csak nem játssza le, igen, mert... Már mondjuk... Igen, mert ugye alapból FLV-be vesz föl, és abból még MPEG-4-et kell csinálni ahhoz, hogy ugye MP4 formátumot, hogy bármivel le lehessen játszani. Úgyhogy most megpróbálom azt, hogy akkor elindítjuk a VLC-t. És akkor... Ez egy korábbi digitalizált adás volt. És van hang. Ne,
Nekünk itt a lényeg az volt, hogy hang legyen. És ha minden igaz, akkor most a Forrest Gump filmeknek kell lennie. Aztán ugye nézzük, hogy ez az a film, ez. Jó? Akkor semmi más dolgunk nincsen innestől kezdve, mint visszatekedem az alagot az elejére. És elindítom a felvételt, és hát egy kb. Egy másfél órás film lehet szerintem, tehát egy másfél óra múlva visszajövök és leállítom. Az nem baj, hogyha többet felvesz, mert ki lehet vágni utólag, hát akkor ez is csak ugyan nem időm, bármi más. Hát meg ugye annyit még érdemes megtenni most, hogy a menüt levenni. Egyszer megnyom azért a menügombot, akkor még ott lesz ez a WCL felirat. Hogyha még egyszer megnyom, akkor viszont eltűnik. És ennyi. A videó digitalizációs, de én így csinálom. És akkor hagyjuk dolgozni. Egy körülbelül másfél óra múlva visszajövök és leállítom a felvételt, ennyi. Ja, és közben megérkezett két új busz is. Ma voltam jött a postán. Ki még annyit nem állt hozzátenni ehhez, hogy ez nem a legprofesszionálisabb videó digitalizálási módszer. Elmondom így a másik kamerába, hogy engem is lássatok. Csak így gyorsan, hogy nyilván ez egy, tudom, ez egy pár dolláros eszköz, amit ezért postaköltséggel együtt is, tudom, majd még talán annyi sem volt, viszont erre tökéletes, hogy végig tudod nézni a kazettákat, hogy mi van rajta, hogyha valamelyiken tényleg valamilyen pótoltatlan adat van, vagy nagyon fontos, amit nem jó minőségben digitalizál, mert nagyon gyenge a jel, akkor azt még mindig megteheted, hogy ezt digitalizálod valami profi eszközzel, de pusztán azért, mert találtam a padláson, mit tudom, két nagy dobozni videókazettát, ami már jó Isten se tudja, hogy mi van. Erre ez tökéletes volt, hogy megnézni, és hát ugye a YouTube az úgy is lerontja a VHS minőséget, viszont ezek a régi TV arculati elemek, meg reklámok, meg ilyesmi, ez nem annyira érdekes azért, hogy kicsit rosszabb a kép, akkor is a lényeg az átjön rajta. Ezeket a filmeket meg aztán pláne, hát ezeket le lehet tölteni máshonnan is. Hogyha meg csak azért a régi szinkron miatt kell, a hanganyagot meg külön fel lehet venni, és azt viszont teljesen jó minőségben VHS-hez képest, ugye nyilván a VHS egetvelő minőség, de a hangot az fel tudja venni. És ugyan meg lehet csinálni, hogy mondjuk a régi szinkron miatt kell egy ilyen VHS-es film, akkor bedigitalizálod, a hangot leszeded róla, vagy csak a hangot mented el, és akkor egy akárhonnan letöltött ugye DVD minőségű filmbe, és akár fogod is oda, és odavágod a régi szinkron hangot. Hát igazából ennyi a videó digitalizálásnál, és egyébként nem sok olyan, mert nagyon a régi, meg ilyen nagyon öreg kazettáknál, meg ami sokszor lejátszottak, van az, hogy a szinkronjelet elveszti, az VHS sajátosság, hogy a szinkronjel az már megkopott a szavakban, és akkor a kép meg a hang az elcsúszik. Ahhoz viszont nagyon egy drágább digitalizálóban van, csak erre való videóalapjavító eszköz, ami ezt tudja kezelni. Hát ennyi, hát videó digitalizálás, én így csináltam eddig mindig, úgyhogy sziasztok!